Jó estét kívánok, kedves nézőinknek! Március első aktuális extráját látják, melyben, ahogy megszokhatták, mindig közérdekű témákkal foglalkozunk, így lesz ez a mai műsorban is. Két képviselő a vendégem, dr. Szén Gabriella képviselőasszony, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Faragó Tamás képviselő, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A legutóbbi aktuális extrában a költségvetésről beszélgettünk a megjelent képviselőkkel, akkor arról volt szó, hogy a felvétel akkor készül, amikor még a költségvetés vita nem volt. Most már megvolt a testületi ülés, elfogadott költségvetése van a városnak, erről lesz szó az első témánkban, hogy elfogadta a város az idei évi költségvetést, ám legutóbbi testületi ülés sem a teljes egyetértés jegyében zajlott. A Városom Szeretlek Egyesület Fidesz-KDNP módosító javaslatát a többség nem támogatta, mert mint azt a képviselők elmondták, a megadott feladatokra a város így is erőn felül áldoz. Erről beszéljünk bővebben, akkor képviselőt kérem, hogy kezdje ezt a témát, szóljon ehhez hozzá, mi volt ez a vita egyébként, mi volt a vita tárgya, ugye itt voltak elvonási javaslatok is, több mindent érintően, és hát elfogadott költségvetés van, parancsolja. Így van, a legfontosabb az, hogy magáról a közbiztonságról volt szó. És hogyha az ember elkezdi vizsgálni magát a közbiztonságot, akkor én nekem teljesen az a véleményem, hogy az a része, amit az önkormányzat ebből tud teljesíteni, az maximálisan teljesítve van. Közel 235 millió forintot költünk a városrendészetre. Itt azért meg is vannak becsülve az emberek, tehát most megkapták a fizetésemelést is. Ezen kívül még a létszámot is növeltük 4 fővel, tehát sokkal aktívabban tudnak részt venni. És hogy a közbiztonságot vizsgáljuk, hogy miért is alakul így Magyarország közbiztonsága, akkor egyértelműen lehet azt látni, hogy maga a kilátástalanság, a jövőképnek a hiánya, az, hogy hogyan is induljanak el bizonyos fiatalok az élet útján, ezt nem mindig látják, és mondjuk droghoz nyúlnak, elkallódnak, nagyon-nagyon-nagyon... Azt lehet mondani, hogy az utcán élnek nagyon-nagyon sokan. A héten is volt például, hogy egy hajléktalant kellett a Kinizsi térről eltessékelni. Tehát a probléma az ott van, hogy egyszerűen azok az emberek, akik nem tudják betartani a társadalmi normákat, azok az emberek nincsenek a többségi társadalomtól elzárva. Itt megemlíteném azt a példát is például, amit a megyei közgyűlésben felhoztam, hogy nem lehet olyan, hogy egy tisztességes, becsületes állampolgár az igazsága érzetét megsértve olyat kövessen el, amivel ő kerül bajba. És erre sajnos utána láttunk is egy esetet, amikor Kistarcsán ugye a édesapa, aki védeni akarta a lányát 3 emberrel szemben, olyat követett el, amit már szerintem maga is megbánt, de sajnos ez az esemény hozza magával. Tehát ami nagyon fontos, hogy mindenféleképpen aki bűnöző, azt be kell zárni. És azt tapasztaljuk, hogy eljut az ügyészséget, tehát a városrendészet tisztességgel, becsülettel megfogja, átadja a rendőrségnek, aminek nem is így kéne lenni, átadja a rendőrségnek, a rendőrség elviszi Egerbe, majd Egerben az ügyészség kiengedi, és már 3 óra múlva ugyanúgy itthon van. És mit is üzen ez a magának a bűnelkövetőnek? Hogy itt nem kell félni semmit. Hát bevisznek, elkocsikázunk, nincsen neki semmiféle retorzió látképe. Tehát nem tudja azt, hogy ebből lesz valami baja. Mert azt mondja, hogy elvisznek ügyészségre, kikérdeznek az engenek, és folytatom ugyanúgy tovább, nincs vesztenivalója, és egyre komolyabb bűncselekményekbe fog belemenni. És ugye a megyei közgyűlésbe kértük is ezt, hogy fogalmazzunk meg egy levelet, melyben megkérjük a rendőrséget, az ügyészséget, hogy a társadalmi közhangulat oda alakul, hogy ezzel probléma lesz. Másik nagy probléma, olyan szociális problémákkal, pszichológiai problémákkal küzdő embereknek a sorsa, amit szintén elmondtunk ezen a képviselőtestület ülésen, hogy akiknek valamiféle terápián kéne lenniük, elzárva a normális társadalomtól, akik betartják a normatívákat, el kéne zárni őket és rehabilitálni. És ez sem történik meg, hiszen ezek szabadon vannak, tehát láthatjuk azt, hogy beszélő emberek mennek el mellettünk, és ez sajnos az egész országra igaz. Képviselő úr, térjünk vissza a módosításokra, itt ugye elvonási javaslatokra
hangzottak el módosító indítványok, és azért ez veszélybe sodorhatta volna a működést. Így is erőn felül áldoz a város, ez hangzott el. Így van, így van. Tehát a elvonások, azok legfőképpen a média központra irányultak volna, tehát kérdeztük, hogy akkor bezárjuk a mozit, vagy mi legyen az, amit tudunk tenni. Tehát konkrétan azokon a területeken okozott volna veszélyt, amire vonatkoztak ezek a módosító indítványok? Hát természetesen. Tehát hogyha mondjuk, ha mindet megszavazzuk, akkor a média központ bezárhatja a kapuit. Tehát nem tud működni. Nem tud működni a mozi, nem tud működni a tévé, az itt dolgozó embereket el kell bocsájtani. Mi meg ezt nem szeretnénk. Tehát mi szeretnénk működtetni. Majd képviselőtársam el is mondja, hogy miért fontos nekünk a gyöngyösi médiának a működtetése, de én úgy gondolom, hogy ez szépen úgymond a költségvetésben szépen szétvonosztva, tehát mindenki megfelelő arányban van támogatva. Köszönöm szépen, képviselő asszony, természetesen, meg képviselőnek is mondom, hogy a frakció képviselőit, a Fidesz-KDNP, Városom Szeretlek Egyesület, Fidesz-KDNP frakció vezetőit, sőt az országgyűlési képviselő urat is folyamatosan hívjuk, várjuk ebbe a műsorba, ahol ők is kifejthetik az álláspontjukat. Bízunk benne, hogy elfogadják a meghívásunkat, képviselő asszony, költségvetés. Költségvetés. Nos, én nem onnan közelíteném meg, hogy honnan kívántak elvonni a Fidesz frakció tagjai ezekre a célokra, hanem onnan közelíteném meg, hogy mire szerettek volna, és mennyit pluszban költeni. És az azért fontos, hogy ezt vizsgáljuk, mert bár mindegyik terület nagyon-nagyon fontos, amit ők felsoroltak, a közbiztonság, a köztisztaság, tulajdonképpen maga a drog problémának a kezelése, de ezek az összegek, amiket ők felsoroltak, ezek nevetségesen kevesek ahhoz, hogy ezzel a helyzettel érdemben kezdeni lehessen, és kútba dobott pénz olyan szempontból, hogy nem városi hatáskör. Tehát mi csinálhatunk bármilyen jó városrendészetet, csinálhatunk bármilyen jó szociális ellátást, Magyarország törvényeivel van az alapvető probléma. A drogosnak nem kötelező együttműködnie, hanem önként választhatja, és ha együttműködő, akkor tud neki segíteni a város pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátása. A bűnelkövetőt nincs megfelelő számú, és nincs megfizetve az a rendőr, akinek össze kéne szednie. Az ügyészség lassú és túlterhelt, a börtönök tele vannak, a börtönőrök létszáma kritikusan kevés, szintén az alacsony fizetés és megbecsültség miatt. A bűnelkövetőket, ha még el is ítéli a bíróság a hosszú eljárás során, nincs hova bevonulniuk, tehát a társadalomban rohangálnak, elítélt bűnözők. Arról nem beszélve, akiket kiengednek, el se ítélnek, nem jut el odáig a folyamat, részt vesz egy elterelésen, de ugyanúgy folytatja tovább a szerhasználatot, netán már árusítja, forgalmazza, birtokolja, teljesen mindegy, de hogy droggal kapcsolatos tevékenységet folytat. Tehát itt, bocsánat, fejétől bűzlik a hal. Addig, ameddig a kétharmados kormány a BTK-nkat nem módosítja olyan irányba, hogy a droggal kapcsolatos bűncselekmények a legszigorúbb elbírálás alá essenek, addig a városok, legyenek ezek fideszes vezetésűek, ellenzéki, függe, teljesen mindegy, hogy milyen vezetésűek, megszakadhatnak, de nem fognak tudni a saját lakosaik érdekében cselekedni, mert minden, ami ennél több, mint amit most Gyöngyös tesz, már törvénytelen. Tehát mi megteszünk mindent a plafonig, ameddig a jogszabály enged minket, de ha ennél jobban túlterjeszkedünk, az már nem a mi hatáskörünk, és ilyen szempontból meg sem tehetjük. Ezt a közterületfelügyelőink nap mint nap tapasztalják, hogy tennének még, mennének még, de már nincs rá hatáskörük és jogosítványuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon hangzatosak egy kampányban ezek a típusú beadványok, hogy adjunk 10 milliót erre, 50-et arra, 80-at amarra, de nincs megalapozottságuk, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy próbálunk a testületi ülésen érvelni jogszabályokkal, számszakilag az intézményrendszerünket bemutatva, ha már nem ismerik azok a képviselők, akiknek ismerni kellene, és egyszerűen én ülésről ülésre azt tapasztalom, mintha a falnak beszélnék. Mintha nem egy városban élnénk, és nem egy törvények szerint kellene, hogy működjünk.
És akkor, amikor az ember próbál észérvekkel, jogszabályokkal alátámasztott indokokat mondani, és vagy alszanak szembe, vagy röhögnek rajta, vagy bólogatnak, akkor igazából megtörténik az az eset, mint a múltkor, hogy én is kaptam egy 5000 forintos bírságot, mert egyszerűen az ember már nem tudja azt elviselni, hogy én beszélek a mikrofonban a saját időmben, és szemből meg ordít valaki mikrofonon kívül. Tehát, hogy azért van az a szint, amit azt gondolom, hogy nekünk sem kell eltűrni, és észérvekkel kellene, hogy ők is kampányoljanak, nem pedig ilyen lózungbeadványokkal. Úgyhogy a költségvetésnél ezek a módosító javaslatok ezért nem lettek elfogadva. Ugye mindketten itt a közbiztonságot érintő kérdésekre is reflektáltak, reagáltak. Ugye a szlogen ismert, Gyöngyösön rendnek kell lennie. Ezt a szlogent hallhatjuk a Városom Szeretlek Egyesület Fidesz-KDNP-től, és hogy a közbiztonság drága és sokba kerül, valóban nagyon sokat kell költeni erre, ennyire rossz a közbiztonság itt Gyöngyösön, hogy valóban ilyen sok pénzt fel kell, hogy emészszem? Hát én örülök, hogy nekik ez az igényük, nekem is ez az igényem, hogy legyen rendebben az országban, keressék meg Pintér miniszter urat, és biztos fog nekik segíteni a helyzet megoldásában. Én azt gondolom, hogy ez országos, tehát azt lehet látni, hogy országosan minden polgármester, akit ismerek, erre panaszkodik. De akár voltunk mi a Városon Szeretleknek a egyik fórumán, ahol szintén a drog probléma volt, és ott is elmondták a odaérkező fideszes polgármesterek, hogy ugyanez a problémájuk, főleg a romák lakta településeken nagyon-nagyon súlyos a probléma, tehát a kilátástalanság, nincs jövőkép, nincsen, tehát maga az oktatásnak a hiánya, tehát ezek okozzák azt, hogy körülbelül ide fog majd a társadalom fejlődni, és ezt majd el kell viselni, tehát hogyha ezen nem változtat maga a kormány, tehát aki ezt az országot vezeti, akkor ez nem fog megoldódni. Tehát ez egy városrendészettől, ez egy önkormányzattól nem tud megoldódni. És akkor itt azért a költségvetés kapcsán, és ha már rend és közbiztonság és drog probléma, akkor azt azért szükséges megemlíteni, hogy bár mi ezt nem vertük nagy dobra ott a testületi ülésen, de aki olvassa a költségvetést, az látja, hogy ebben a költségvetésben benne volt a szociális szférában dolgozó közalkalmazottaink béremelése is, amit nem alkalmi jelleggel adtunk, hanem az alapbérbe került beépítésre, és azt gondolom, hogy akkor, amikor a közalkalmazotti bértáblához évtized óta nem nyúltak, és mesterségesen alacsonyan tartják ezeket a béreket, pont azoknak az embereknek a bérét, akik többek között a drogfogyasztókkal is, meg a pszichiátriai betegekkel is foglalkoznak, ez egy hatalmas dolog, hogy Gyöngyös azt tudta mondani, hogyha erőn felül is, de odaadjuk nekik, mert tudjuk, hogy kell. Egyébként Zahár Gábor Gyöngyösön is volt vendég, és a televízió Gyöngyös műsorában is volt vendég, ahol elmondta, hogy valóban kormányzati szinten kell ezt a problémát kezelni, és hát több éves elmaradás van a tekintetben, úgyhogy valóban elhangzott ez itt is. És akkor haladjunk tovább, ugyanis akik járnak a városban, láthatják, hogy közérdekű tájékoztatási kampányt indított az önkormányzat, amely az elmúlt 5 évben megvalósult, mintegy 13 milliárd forint értékű fejlesztést mutat be. A konkrét beruházásokkal a város arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy Gyöngyös egy fejlődő és élhető város ellenzéki vezetés mellett is. Képviselőasszony, parancsoljon, látta már ön is ezeket a plakátokat, gondolom? Persze, hogy láttam, meg is osztottam. És én nagyon örülök neki, és büszke vagyok rá, és azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül minden képviselőnek és minden lakosnak is büszkének kell erre lennie, hiszen 13 milliárd forint fejlesztés úgy valósult meg, hogy ebből volt egy covidos évünk, ami teljes lezárás alatt történt szinte. Volt egy energiaárral iszonyatosan sújtott évünk, amikor 11-szeresére nőttek az önkormányzat energiaköltségei, energiaárköltségei. Ennek ellenére nagyon sok olyan fejlesztés, gyönyörű a Berényi Haller kastély, van fedett színpad a főtéri programjainknak, amik teltházasok, megújult a műfházunk, ami a kultúrának tényleg a központja. Szóval sok olyan fejlesztés, beruházás történt, amire azt gondolom, hogy nálunk sokkal nagyobb városok is büszkék lennének, és annak még jobban örülök, hogy ezek többsége ugye pályázatból valósult meg, önkormányzati önrész segítségével,
és nem vettünk igénybe külsős pályázatírót, külsős mindenféle céget, hanem ezeknek a, azt gondolom, teljes egészét a város 100%-os tulajdonában levő Várostérségfejlesztő Kft. Pályázta, ők bonyolították a projekteket, tehát én azt gondolom, hogy ha lokálpatriótaként kell nézni ezt a dolgot, akkor annak kell büszkének lenni, hogy Gyöngyös önállóan egyedül képes volt ezeket végrehajtani, és ezeknek az eredményét a lakosság közvetlenül élvezheti. Tehát ezek a beruházások mind-mind olyanok, ahova a lakos elmehet, bemehet, használhatja, részt vehet a programon, ingyenesek a főtéri programok, tehát hogy gyakorlatilag tényleg mindenki érdekében történtek. Miért halljuk azt mindenütt is, meg akár olvashatjuk is, hogy Gyöngyösön nem történik semmi, nem fejlődik sehová, nincsenek rendezvényei, nincsenek programjai? De ez nem igaz. Tehát hallani azt lehet, mert lehet, hogy egy társadalmi réteg, vagy egy politikai réteg ezt akarja hallatni, hogy itt nem történik semmi, de bármikor belinkelem nekik az eseménynaptárat, ami ez évben van. Múltkor én is például láttam, hogy a főtéren soha nincs semmi, és akkor azt hiszem 10 program körül van csak a főtéren. Be is linkeltem, hogy ez lesz a főtéren ebben az időszakban. Nagyon fontos az, hogy hát van egy kampány, tehát valamire építeni kell egy kampányt, ez a legjobb, hogy valami itt nincsen, itt valami nagyon rossz, de nem mindenki így érzi. Azért van, aki tisztán lát, és aki tisztán lát, azért látja, hogy ez is fejlődik, az is fejlődik. És nagyon fontos elmondani, hogy azért a tavalyi évben volt egy olyan dokumentum, amely a megyei közgyűlés elé került, és ott egyértelműen szakemberek állították pontozásos alapon, hogy Gyöngyös a legdinamikusabban fejlődő város Heves megyében. És ez azt gondolom, hogy a legnagyobb elismerés, hiszen nem politikai szervezetek mondják, hanem szakemberek pontozás alapján, amely különböző definíciók alapján lett összeállítva, ők mondták azt, hogy a legjobban fejlődő város. És ezt azért tudomásul kell venni, de viszont nekünk is el kell mondani, mindenkinek, hogy mik azok, amik fejlődtek a körzetekben, a városban, mik azok, amik fejlődtek. És én azt gondolom, hogy persze mindig lehetne többet, igény az mindig van, lehetőség az sokkal kevesebb, de én is kiemelném a várostérség fejlesztőt. Köszönjük szépen a munkájukat, mert nagy mértékben nekik köszönhető az, hogy ennyit fejlődött a város az előző csapathoz képest. És halljuk azt, hogy igen, képviselő lesz? Bocsánat, csak egy rövid kiegészítést, tehát ha valaki megnézi a számokat, akkor egy nagyon érdekes dologra lesz figyelmes. Gyöngyös soha nem kapott olyan kevés pénzt fejlesztésre, mint azokban az időszakokban, amikor fideszes polgármestere volt, ugyanezen kormány mellett. Tehát nagyon érdekes, hogy ez úgy látszik, hogy mégsem függ a polgármester színétől idézőjelben, annál inkább függ attól, hogy egy jó projekt legyen, szakmailag alátámasztott, jó csapat készíts el, megvalósítható legyen, mert azért a bírálóbizottságban mégiscsak szakemberek ülnek. És ha Fidesz kormányzás mellett ellenzéki városként ennyire szépen tudtunk haladni, és akkor, amikor mondjuk, nevezzük nevén, Faragó László polgármester úr volt, akit én személy szerint nagyon szeretek, de hát a számunk magukért beszélnek, akkor sokkal kevesebb volt a forrás, és gyakorlatilag vannak olyan hangok, akik azt kívánják hallatni, hogy Gyöngyösön semmi nem történt és nem fejlődik, ők hazudnak, tehát ez ennyire egyszerű, ezt nem kell nagyon körülírni. Van, mindig van mit csinálni, mindig is lesz mit fejleszteni, de a mi munkánk az azt gondolom, hogy beszél helyettünk, nyugodtan el lehet jönni körzetenként, nagyon szívesen végig fogunk vezetni mindenkit, és azt gondolom minden képviselő a nagy beruházásokat is ismeri, úgyhogy ezeket igen nehéz elhazudni. Akkor most ebből adódik a kérdés, találkoznak a lakosok véleményeivel, hogyan látják a lakosok, ők látják ezt a fejlődést? Szerintem igen. Igen? Szerintem igen. Én szerintem igen, tehát én azért megkapom nagyon sokszor azt, hogy látjuk, hogy ez is elkészült, hogy dolgoznak a képviselők. Visszatérnék még egy nagyon picit az Európai Uniós projektekhez, támogatásokhoz. Az sem szabad azért, az mellett sem szabad elmenni, hogy a várostérség fejlesztőt dicséretben részesítették a projekt lebonyolításáért, mert tisztességesen, becsületesen el tudtak mindennel számolni. Tehát nem egy lombkorona sétán készült el, például Mátrafüred esetében, hanem egy gyönyörű, szép játszótér. És ez is egy szakmai vélemény,
és egyre több szakmai vélemény erősíti meg azt, hogy hiába megy valahova 10, 20, 30 milliárd, azt egyszerűen nem tudják normálisan átölteni. Ha annak a bizonyos százalék a korrupcióra, a túlárazásra megy el, akkor ott maga a produktum, az nem lesz jó. Bocsánat, én már csak kínomban nevetek, hogy Magyarországon ma már annak kell örülni, ha ilyen unikum van, mint Gyöngyösen, hogy tisztességesen elszámolunk a pénzekkel. Tehát, hogy vicc, hogy itt tartunk, hogy már erre kell büszkének lenni, hogy mi még tisztességesek vagyunk. Jövőkép, geotermikus energia, zöld energia, ennek is van jövőképe így Gyöngyösen, önök hogy látják? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos projekt lesz a geotermikus energiának a kiaknázása. Százszor előbb támogatok egy geotermikus, mint egy akkumulátorgyárat, tehát az akkumulátorgyára biztos, hogy nemet fogunk nyomni, és nem hiszem azt, hogy bármelyik régiónak fontos lenne egy akkumulátorgyárnak a létesítése a környéken. Én azt gondolom, hogy a geotermikus energia annyira széles a felhasználási lehetőség, tehát energia, fűtés, áramfejlesztés, tehát nagyon sok mindenre lehet használni, és ez nagyon jó jönne a városnak. Természetesen ugye ehhez nagyon sok, a kiaknázásához nagyon sok pénz kell, de ezt látom jövőnek Gyöngyös viszonylatában. Mennyire fontos az, hogy egy város, akár Gyöngyös is elinduljon ebbe a zöld irányba? Szerintem nagyon fontos, mert azért, bár nem vagyok környezetvédelmi szakember, meg mérnök sem, de én hiszek azoknak, akik azt mondják, hogy a nem megújuló energiaforrások nyilván egyszer elfogynak, vagy minden esetre leszűkül az elérhetőségük, és erre az esetre fel kell készülnünk hosszú távon. Igaz, mert valószínűleg nem a mi életünkben fogunk ezzel szembesülni, de felelős testületi tagként mindenképp a jövő generációira kell gondolni, és ha most ezzel a munkával megalapozhatjuk a következő 200 év mondjuk fűtését Gyöngyösen, akkor erre kell, hogy költsünk, akkor is. Ha egyesek feleslegesen kidobott pénznek tartják, nyilván ennek nem most lesz kézzelfogható látszata, de majd egyszer bízom benne, hogy azok, akik ezt használni tudják, és még más településeken mondjuk nem lesz, vagy nem elegendő fűtés, és nálunk igen, ők majd visszatekintve azt fogják mondani, hogy de jó, hogy ők egyszer erre költöttek. Képviselő úr mondta az imént az akkumulátorgyár támogatását idézőjelbe, hogy inkább százszor ezt, mint azt, és a kormányzatnak az állásfoglalása egyértelmű, hogy ezt kiemelt beruházásként priorizálja. Mit tehet akkor az önkormányzat, ha mondjuk jön egy ellenáll, ilyen? Ellenáll, tehát ennek ellen kell állni, nem szabad engedni. Tehát például, ha kell helyi népszavazással, ha kell tüntetéssel, mindennel. Tehát azt láthatjuk, hogy az országban, ahol megjelennek az akkumulátorgyárak, a hulladékoknak a lerakása, itt van nem messze tőlünk ugye a Vasár, ez mindenhol probléma, és a lakosság felháborodik. Tehát fel kell háborodni, el kell mondani a véleményünket, és nyomást kell gyakorolni a kormányra. Ennyi a lényege neki. És mindenféleképpen ezt az embereknek el kell mondani, hogy miért nem jó. Hivatalos eszközünk egyébként nem sok maradt, tehát hogyha ő kiemelt beruházási övezetnek nyilvánít egy területet, mondjuk a mi ipari parkunkba, és erőszakkal ide rakja az akkumulátorgyárat, akkor sajnos megteheti, de erre az eshetőségre vannak az egyéb lakossági demonstrációk, tiltakozások. Én azt gondolom, hogy szerintem, és én tartom annyira intelligensnek Horváth Lászlót, hogy ilyet egy szőlő termelő, egy borvidékre azért ő sem engedne idehozni. De azért láttunk olyan példákat, akár lakossági fórumokat is közvetítve, akár Debrecenből, akár Gödről, hogy igen, ott aztán volt felháborodás, nem is akár milyen hangmenben. Menekült a polgármester. És hát mégsem tudtak céltérni a felháborodással. Természetesen, de én azt gondolom, hogy ez rá fogja nyomni a bélyegét arról, hogy ki irányítsa ezt az országot a jövőben. Így van. Ez egy nagyon fontos tény, hogy akkor az embereknek el kell dönteni, hogy kinek a kezébe adják az országot. Ez tipikusan az eset, amikor szokták mondani, hogy amikor a szemüvegeseket szitták, nem szóltam, mert én nem vagyok szemüveges, mikor a kopaszokat nem szóltam, mert nem vagyok kopasz, mikor az időseket nem, mert én fiatal vagyok, de amikor már engem szittak, akkor nem volt, aki mellém álljon. Tehát, hogy azt kell megértenünk, hogy az emberek, ha nem fognak össze, és nem tartanak ki a céljaik mellett, akkor más nem fog, és előbb-utóbb nem is marad más, aki szólhat az érdekükben.
Csak hogy a műsor végén tekintsünk a jövőbe egy picikét, ugyanis több új szolgáltatás érkezik a városba, amely több adóbevételt jelenthet, viszont mindig vannak olyanok, akik ellenzik az egyes gazdasági szereplők terveit, pláne hogyha a lakókörnyezetükben kezdenek építkezni. Mennyire nehéz egyensúlyt teremteni? Pozitívumok és a kritikus lakosok között nyilván tárgyalunk, tudjuk miről van szó, hogyan tudják ezeket kommunikálni, mennyire nehéz egyensúlyt teremteni, képviselő úr? Hát egyensúlyt teremteni nagyon nehéz, de mindig egyensúlyt kell teremteni, én úgy gondolom. Én a munkám során is próbálok mindenkinek megfelelni. Olyan soha nem lesz, hogy mindenkinek megfelel minden. Ezt be kell, hogy lássuk. Meg hát mi már azért, akik már közel 10 éve vagyunk képviselők, rengeteg emberrel beszéltünk. Nekem néha olyan érzéseim vannak, hogy nem tudom, hogy most akkor mit csináljak, mert jön az egyik, hogy vágjuk ki a fát. Ne nyúljanak a fához, vágjuk ki a fát, és akkor kinek adjak igazat, ki legyen az a lakos, akit én képviseljek, mikor az egyik azt mondja, hogy vágjuk ki, a másik azt mondja, hogy ne vágjuk ki. De mindig meg kell találni a kompromisszumot, és akkor azt mondom, hogy kicsit nyessük meg a fát, és akkor nem lesz kivágva, és mindenkit próbálok megnyugtatni. Nem lesz ilyen soha, hogy mindenki örülni fog mondjuk egy újabb beruházásnak, de biztos vagyok benne, hogy azok, akik azt mondták, hogy hú, minek ez ide, nem kell ez, egyszer-kétszer majd azért betévednek ebbe is, ebbe az étteremre gondolom, szerkesztő úr, tehát gondolom, hogy be fognak menni, és ott ugyanúgy fogyasztani fognak, mint a város többi lakója. Én azt gondolom, hogy egy városnak nyújtani kell mindenféle szolgáltatást. Nagyon nehéz mostanában már a szolgáltatásokat úgy nyújtani, hogy az a piacon masszívan szereplő tudjon lenni. Gondolok itt például a kisboltokra. Tehát mindenki mondja, de jól lenne ide kisbolt, oda kisbolt, majd amikor megnyit a kisbolt, akkor be kell neki zárni, mert nem tudja magát, nincs akkor a kereslete, hogy profitot tudjon termelni. És mondjuk ez az étteremlánc egy olyan, ami a kistérséget is azért ellátja. Tehát, hogy sokan szeretik, én azt gondolom, hogy nem lesz belőle nagyobb probléma. Amúgy arra viszont figyelni kell tényleg a szemétre, a randalírozásra, erre nagyon oda kell figyelni. Egy kiemelt terület lesz szerintem a városrendészet számára. Gazdasági szereplők érkeznek a városba, így kezdődött a FAKONF, mennyire van ebbe beleszólása egy önkormányzatnak, hogy érkezik egy gazdasági szereplő? Gyakorlatilag mi örülni tudunk neki, ha érkezik, mert hogy nyilván ez munkahelyet teremt, ez egy új szolgáltatást nyújt, egy új adóbevétel lesz, tehát sok szempontból jó a városnak. Ugye a hárombetűs csirkefalatozó, én így fogalmaznám meg, ügyében volt ugye a legnagyobb visszhang. Az ott lakók a szemét a randalírozás miatt ugye természetesen nem örültek, ezt majd a városnak kell kezelni a megnyitás után, hogy ez hogyan alakul. Ugyanakkor lesz például villamos büfé a város szélén, ami szerintem egy nagyon ötletes találmány. Én úgy közelíteném meg ezt, hogy gazdasági szereplő érkezik a városba, hogy örüljünk neki, hogy gazdasági szereplő érkezik a városba, mert ez azt jelenti, hogy Gyöngyös egy olyan város, ahol valaki a magántőkéjét jó helyen látja. Ami azt jelenti, hogy szerinte itt van fizetőképes kereslet, itt van hosszú távú jövője az ő vállalkozásának, befektetésének, mert azért lássuk be, egy ilyen épületet megépíteni, infrastruktúrát, mindent idehozni, az azért nagyon jelentős összeg, és én nagyon boldog vagyok, hogy befektetők ezt a várost egy jó helynek tartják, mert ez azt jelenti, hogy valamit összességében jól csinálunk, hiszen azt mondja, hogy érdemes ide települnie, érdemes itt működnie, és azért azzal is számolni kell a lakosoknak, és ennek viszont örüljenek, hogy minél több ilyen szolgáltatás ide települ, akárhány étterem, falatozó, büfé, bármi, automosó, szerszámból teljesen mindegy, ez mind a szolgáltatási palettát növeli, és ezáltal az ő ingatlanjának az értékét is. Mert egy olyan városban, ahol sok szolgáltatás van, ezek rövid idő alatt könnyen elérhetőek, sokféle közül tud választani, ott bizony az ingatlan árak fogják tartani magukat, és a lakások az értéküket, úgyhogy azt gondolom, hogy a gyöngyösiek szempontjából több a hozadéka, mint amennyi bosszúsággal jár ez. Köszönöm, képviselő. Képviselő, kívánja még valamivel zárni? Nem akarok már többet hozzászólni, mert azt hiszem, hogy mindent elmondtunk róla. Én köszönöm a válaszaikat, és az is, hogy elfogadták meghívásunkat. Én köszönöm. Köszönjük a lehetőséget.
Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Legközelebb aktuális extrával egy hét múlva, március 9-én szombaton este ugyanígy 5 órakor várjuk Önöket. Addig is vigyázzanak egymásra és önmagukra is. További szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!